Makón vagyunk, a Maros partján, a Maros Kalandpark területén, ahol megrendezésre került a Vidék Veled Fesztivál. Mi a fesztiválnak a küldetésének a célja? Nagyon lényeges dolog számomra a fiatal gazdák, a fiatal termelők összefogása, hiszen munkám során is őket koordinálom, segítem, termőföldtől az asztalig, nyomon követem terméküknek az útját. Édesapámmal és sógorommal együtt gazdálkodunk, és azért vagyok itt, hogy képviseljem magamat, a fiatalokat, hogy igenis van jövője a mezőgazdaságnak. Petrezselyemmel, sárgarépával, vöröshagymával és fokhagymával foglalkozunk. Édesapámmal együtt dolgozhatok, tőle tudom eltanulni a mindennapi fortélyokat, akár a traktorvezetést, a gyökérkiemelést. Vannak mellette birkáim, amiket nagyon-nagyon imádok, mert nagyon szeretem az állatokat. Esténként viszont, ha még nem fáradtam el eléggé, akkor world jumping, trambulin edzéseket tartok. Hál' Istennek nagyon sokan szeretik ezt a mozgásformát. Égeti a zsírt, testet formál, és egy nagyon jó szórakoztató mozgás. 2015-ben fiatal gazdapályázat keretén belül kezdtem el az egésszel foglalkozni. Jelenleg Jersey fajtájú szarvasmarhákat tenyésztek és tartok, illetve a tejüket dolgozom fel. Füstölt sajtokat hoztam, tehát baranyica, illetve sajtekercsek. Hoztam krémsajtot, kóstolónak egy kis friss fűszeres sajtot, van saját termékű vajunk is, joghurtok, úgyhogy elég széles palettával érkeztem. Hoztam saját termelésű mézet, homoktövis mézzel, céklalé, erdélyi fekete ribiszke szörp bióba, illetve nagyon lényeges dolog, hogy megjelentek különféle eredeti makói hagyma, a makói bronzhagymát is szerettem volna bemutatni az ide látogatóknak. Számos dolgot hoztam magammal, egyrészt a gabonakutató vetőmag portfóliójának ajánlatát, továbbá a gabonakutatóhoz köthető élelmiszerfejlesztési eredményeket. Ennek egyik vonulata a gluténmentes termékcsalád, a másik pedig a tritikáli örleményekből fejlesztett örleményeink, illetve az ebből készült kenyér. Beltartalmilag nagyon kedvezőek, magasabb rost és ásványi anyag tartalmúak, mint egy búza örlemény. Reméljük, hogy a jövőben egyre több pékségben megtalálhatóak lesznek a pékipari termékek is. Minden fogyasztó megkeres, hogy mire kell figyelni, honnan tudja, hogy egészséges alapanyagot fogyaszt. Az általam szakmai úton végigkövetett termelési munkába a gazdák, a gazdatársak betartják azt a technológiai előírást, amit mi megbeszélünk, és ez alapján történik a termesztés. Vegyszermaradék mentesen kerül a feldolgozóipar számára, a konyhába az adott alapanyag. Nagyon lényeges dolog, hogy a növényorvosi kontrollálás alatt történjen a termelés. Ebbe segítem őket.